Reggeli Monitor Sokat beszéltünk már a rádióban arról, hogy május végén egy új adónemet vezetett be a kormány, ugye ez júliustól lesz majd érvényes, a 13%-os szociális hozzájárulási adóról van szó, ami ugye hozzá csapódik a már meglévő 15%-os kamatadóhoz. Kezdjük is akkor az elején. Tehát itt felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen típusú befektetésekre vonatkozik ez a 13%-os szociális hozzájárulási adó majd júliustól? Úgy van, július 1 vonatkozik azokra befektetésekre, amelyek eddig is a kamatadó hatája alá tartoztak. Legnépszerűbbek közülük a befektetési alapok, de ezek közül kivételt képeznek az ingatlan alapok, amelyekre a szociális hozzájárulás, vagy hívjuk röviden szochónak, nem fog vonatkozni. Nagyon fontos megemlítenem azt is, hogy vonatkozik a lekötött betétekre is. Hmm, illetve, de nem csak a lekötetlen, hanem... Így ja. van, illetve a folyószámla pénzekre is, tehát a látra szóló is. Amit azért nagyon fontos aláhúznunk és hangsúlyoznunk, hogy ez a szochó, ez nem a tőkét érinti, hanem a tőkén megképződött kamatokat. Tehát itt nagyon sok olyan kérdést kaptunk, hogy jaj, merjük-e a pénzünket folyószámlán tartani? Természetesen igen. Tehát a tőkét nem érinti, szeretném hangsúlyozni, uh -huh. csak a megképződött kamatokat. És csak július 1 és a vészhelyzeti időszakra így fogalmazott a, a jogalkotó. Mit is értünk vészhelyzeti időszaknak? Ugye a vészhelyzeti időszaknak az Ukrajna területén kialakult fegyveres konfliktust definiálták. Nagyon reméljük, hogy ennek hamarosan vége, és akkor azzal együtt reményeink szerint a szociónak is. Tehát a mm -hmm. jogalkotó ezt írta be a rendeletébe. Mit is jelent ez a befektetők számára? Bocsánat, még azt szeretném kérdezni, hogy a július elsője után az azt jelenti, hogy a már most lekötött betétekre már nem vonatkozik, hanem csak majd, amit július elsője után akarunk. Ez egy nagyon releváns kérdés, igen, ezt akartam mondani. Tehát ja, a befektetők van. számára ez azt jelenti, hogy minden olyan befektetésük, ami már megvan, az mentesül a szoció hatája alól. És minden, amit július az azaz legkésőbb június 30-áig megszereznek, minden ilyen befektetés, és minden addig elindított, lekötött betétre sem fog vonatkozni a szó. Akkor csak az utána lévő, és akkor csak a veszélyhelyzet végéig, úgyhogy reméljük, hogy tényleg mondjuk egy évig fog velünk élni csak ez a szociális hozzájárulási adó. Viszont az egy érdekes kérdés, hogy mi lehetett az új adó nem bevezetésének hátterében. Tehát akkor itt most elhangzott ez a, a veszélyhelyzeti időszak, de ezen túlmenően a kormányzati kommunikációban én olvastam, hogy a pénzügyi tudatosságot szeretné fokozni, javítani valamiféleképpen a kabinet. Hát nyilvánvalóan az állampapírpiac felé is terelne ügyfeleket, de kezdjünk ezzel a pénzügyi tudatosság koncepcióval. Itt mi az a hiátus, amit ki kellene javítani, vagy miért nem elég tudatosak befektetések terén most a magyarok? Ugye ezt gyakran olvastuk számtalan média felületen, hogy a magyar társadalom pénzügyileg nem tudatos, hogy ez mit is jelent. Nagyon nagy örömmel Konstatáljuk azt, hogy a magyar lakosság megtakarítása évről évre nőtt, ha bár ebben a trendben most egy pici megtorpanás van, de azért jelentős megtakarítások vannak a lakosságnál. Mit jelent a pénzügyi tudatosság? Azt jelenti, hogy időnként meg kell állni, és át kell gondolni a pénzügyi helyzetünket, a pénzügyi céljainkat. És miután ezt átgondoltuk, és osztályoztuk a megtakarításainkat időrendben, gondoskodnunk kell arról is, hogy ez a pénz számunkra pénzt termeljen. Ugyanis a hozamok, főleg ha a reál hozamok képződnek, uh -huh. jelentősen hozzájárulnak a megtakarításaink további növekedésében és a pénzügyi céljaink eléréséhez vezetnek. És felmerül az is, hogy nem gondolkodunk eléggé hosszú távra a befektetéseinkkel? Tulajdonképpen az egyik kockázat éppen ez, hogy nagyon rövid időtávban gondolkodunk, holott a pénzpiacok a hosszú befektetéseket díjazzák, és hosszú távon lehet igazán reálhozamokat elérni, sőt, a volatilitást, mint kockázatot kiiktatni. Mondjuk a jelenlegi helyzetben a reálhozam elérése meg még nehezebbnek tűnik, szóval most talán még inkább a nehéz gazdasági helyzet miatt a hosszú táv kellene, hogy előtérbe kerüljön. Ez igaz, de nem csak a gazdasági helyzet miatt, hanem számtalan olyan eszköz van. Tehát, hogyha megnézzük a kockázat spektrumot, akkor számtalan olyan eszköz van, ami rövid távon nagyon volatilis és nagy kockázatokat jelent a befektetőnek. De ha olyan pénzeszközöket helyezünk el ezekbe a befektetésekbe, amelyekhez hosszabb távon, ez 3-5 évet jelent egyébként, tehát nem kell. Mm -hmm. 10-20-30 évben gondolkodni, tehát amihez hosszabb távon nincs szükségünk, akkor ez a volatilitás ez meghálálja az időt, és egy sokkal magasabb hozamot, jelesül reál hozamot is termel a pénzünkön. Nézzük meg a másik indokot, az állampapírpiac fellendítését. Azért itt történtek bőven lépések az elmúlt időszakban. Hogyan serkentheti még tovább ez az új adó nem tényleg az állampapírpiac népszerűségét? Ugye a 2019. június 1 -e után kibocsátott lakosságot megcélzó, mint befektetési piacot, lakosságot megcélzó állampapírokra kamatadó sem volt eddig, így a szociális hozzájárulás sem fog rájuk vonatkozni, a továbbiakban sem. A magyar állampapír a kötvény kategóriában egy nagyon jó eszköz, főként a lakossági állampapírok, ugyanis Gyakorlatilag kockázatmentesen, persze szakértőként ilyet nem szeretek hmm. mondani, hogy kockázatmentesen, mert kockázat nélkül nincs befektetés, de mondjuk azt, hogy a legalacsonyabb kockázati kategóriába tartozó eszközök közül az államkötvény az, ami egy fix, stabil, kiszámítható jövedelmet hoz a befektetőknek. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy hosszú távon a kötvények nem tudnak reál hozamot biztosítani a befektetéseinken. Van ugyanakkor egy olyan sajátos magyar állampapír, a prémium magyar állampapír, ami ugye azt ígéri a befektetőknek, hogy infláció felett 75 bázisponttal, 1 kal vagy másfél százalékkal nagyobb hozamot kínál. Tehát ha messziről nézzük, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a prémium magyar állampapír az tud reál hozamot termelni. De, és akkor ez a de után érdemes elgondolkodni egy egyedi kötvény. Sajátosságain. Ugye egy egyedi kötvénynek futamideje van, és nem célszerű futamidő közben likvidálni. Tehát itt van a likviditási kockázata. Egy egyedi kötvénynek lejárata van, és ez kérdéses, hogy milyen pillanatban jár le, és abban a pillanatban a hozam környezet éppen hogy alakult. Tehát lehet, hogy ami most egy nagyon jó hozamnak tűnik, majd egy olyan hozam környezetben jár le, amikor már csak egy lényegesen alacsonyabb környezetbe tudjuk befektetni. Plusz közben az infláció változik. Most egyébként az állampapírbirtokosok. Előnyére változik reményeink uh -huh. szerint az infláció, tehát csökkenő tendet mutat, de ez azt jelenti, hogy ha hosszabb távú papírba fektetünk, akkor közben alakulhat úgy az infláció, hogy a mai jónak tűnő hozam holnap után már kevés lesz, hogy legyőzze az inflációt. Hangsúlyoznám, ez a prémium-magyar állampapírra nem igaz, hiszen a prémium-magyar állampapír ugyan egy év eltolódással, de mindig az előző évi inflációt fizeti ki plusz a prémiumot. Akkor az ön szavaiból most azt vettem ki, de lehet tévesen, hogy azért itt az új adó nem után nem az az első megfelelő reakció, hogy akkor rohanjunk állampapírt venni? Hát ha még nincs, akkor rohanjunk, én azt gondolom, mert egy kiegyensúlyozott, jól diversifikált portfóliónak igenis része kell legyen a magyar állampapír, mert hangsúlyozom ismételten, ez egy nagyon jó kötvény tehát része legyen, tehát ha nincs, akkor uh -huh. rohanjunk. de azért előtte javasolnám még egyszer, hogy álljunk meg és gondoljuk át a pénzügyi céljainkat, és az államkötvények közül is olyan futamidőt válaszunk, ami leginkább a céljainkhoz igazodik. Még beszélünk akkor az úgynevezett egészséges portfólióról a következő blogban, de előtte még néhány praktikus tudnivaló akkor a soc kapcsolatban, hogy van-e lehetőség szociómentesen befektetni, betétet elhelyezni? Természetesen van. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ne dőljünk be annak a felszólításnak, vagy kérésnek, hogy most mindenki rohanjon és ész nélkül be, mert június 30-ig, ha megteszi, akkor nem tereli szoció befektetést, ugyanis vannak megoldások a későbbiekre is. Az egyik legismertebb egyébként a tartós befektetési számla, röviden TBS. TBS-en indított befektetéseket nem érinti a szociális hozzájárulás, ugyanúgy, ahogyha öt évig tartjuk a tartós befektetési számlán a megtakarításainkat, a kamatadó sem vonatkozik rájuk. Ez egyébként egy érdekes megközelítés. Ugye szociális hozzájárulás már volt a befektetés történetben 2017. január 1 vezették ki, akkor EHO-nak hívták. Uh -huh. Az EHO ugye mértéke 6 volt szemben a mostani szocós 13 kal de az vonatkozott a TBS-re is, most a jogalkotó ebben kitételt tett, tehát a dbs re nem vonatkozik a szocó, csak egy bizonyos esetben, de ezt a későbbiekben majd részletesebben elmondanám. Rendben, és még egy olyan kérdés érkezett, hogy a szociót hogyan kell majd bevallanunk, vagy automatikusan levonja a kifizető? Ezt hasonlóan a kamatadóhoz, hogyha ha a pénzintézet a kifizetője a hozamnak, vagy kamatnak, akkor a pénzintézet vonja le a szociális hozzájárulást is. Reggeli monitor! Folytatjuk a beszélgetésünket Murvai Ildikóval, az MBH Bank Premium Szegmens Management igazgatójával. Elsősorban itt ezt a következő 10 percet is arra fogjuk felhasználni, hogy mire vonatkozik majd a 13%-os szocó a kamat nyerességeket illetően, hogyan lehet kikerülni ennek a megfizetését. Előtte még arról talán az érdekes, hogy miután bejelentette a kormányzat ezt az új adónemet, amely ideiglenes lesz valószínűleg, akkor a veszélyhelyzet idejé Tarthat. Elkezdték megrohamozni a, a magyar állampolgárok, a befektetők, például önöket, a bankfiókokat, hogy akkor most rögtön súlyozzuk át a portfóliónkat, rögtön tanácsot kérünk, esetleg, hogy lehet kikerülni ezt az adót. Sajnos nem. Sajnos nem. És ez az a pont, amiről beszéltünk, hogy a pénzügyi tudatosságot egy kicsit ösztönöznünk kell. Mi arra biztatjuk az ügyfeleinket, hogy a premium szegmensben is keressék meg tanácsadóikat, és tényleg egy, egy fél órát szálljanak. A arra, hogy a pénzügyi céljaikat áttekintsék, hogy egyáltalán kell-e ezt a portfóliót átsúlyozni, mire kell odafigyelni, milyen hibákat nem szabad elkövetni, mert azért vannak tapasztalatok, amik amik azt mutatják, hogy egy nem jól átgondolt TBS számlán való befektetés is például kamatadó meg szó köteles is lehet. Ne ez hogyan fordulhat elő? Ugye a TBS számlákon, hogyha bármilyen befektetést eszközölünk és feltörjük a TBS számlát, akkor ott egy árfolyam nyerességgel kell számolni, vagy hozam nyerességgel. Erre ki kell fizetni a kamatadót. Ha a TBS számlán, Állampapírt veszünk, lakossági állampapírt, amire egyébként nem vonatkozna sem a kamatadó, sem a szoxhoz, de TBS-en vesszük meg és feltörjük, mm. akkor már a TBS szabályi vonatkoznak rá, tehát ugyanúgy hozam után kell adót fizetni. És szociális hozzájárulást is akkor, hogyha a kamat kifizetése a TBS-feltörése után következik. Tehát minden megképződött kamat, ami utána jön, arra szociót is ki kell fizetni. Milyen ö, módon érinti például a biztosításokat? Ez is egy felmerülő kérdés a szociót. Igen, a biztosítás egy egyre népszerűbb rendszeres megtakarítási forma. A biztosításokat is érinti a szociális hozzájárulás. Minden olyan biztosítást, amit július 1 -e után indítanak a megtakarítók, a befektetők. De azért ne felejtsük el, hogy a biztosításokra kamat adó is vonatkozott, viszont ha legalább 6 évig nem nyúlunk a biztosításainkhoz, rendszeres biztosítások esetén, hanem 6 év után nyúlunk hozzá, akkor feleződnek az adóterhek, illetve tíz év után sem kamatadó, sem szociál nem fogja terhelni a biztosításokból kivett összegeket. Az egyösszegű biztosításoknál három év után feleződnek az adóterhek, illetve öt év után teljes mértékben megszűnnek. Egyébként ön ezt minek tulajdonítja, vagy mennyire volt az borítékolható, hogy nem érkezett el ez, az a roham, hogy most tényleg akkor akár június 30-áig kössünk le bankbetétet, mert hogy arra még nem vonatkozik ez az új adó, nem. még ezt a magyar befektetők pénzügyi tudatosságának témakörét. Például TBS számlával mennyien rendelkeznek, mennyire népszerű ez? Átlagosan nagyon kevesen, tehát például az MBH bankban is 50% alatti a TBS számlával rendelkező ügyfelek száma, tehát itt itt is a hosszú távtól való félelem, tehát amikor azt mondjuk, hogy TBS-en legalább 5 évig kell tartani, akkor attól mindenki megijed, uh -huh. mintha ez egy tiltás lenne, hogy addig nem nyúlhat hozzá. De, hogy nem, természetesen hozzányúlhat a TBS számlához, csak akkor ki kell fizetni az addig megkeletkezett hozam utána kamatadót. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy mindenki megijed a, a hosszú távú befektetésektől, és gondolom ez nem csak magyar specifikum. Ez egy olyan bizonytalansági faktor, ami abból fakad, hogy valóban nem ülünk le, és nem gondoljuk át önállóan azt, hogy ütemezve a következő öt évben vajon milyen pénzügyi igényeink lehetnek. Uh -huh. Ezért mondjuk, a, ez mondjuk hogy létezik ez a mentalitás, akadályozza akár a, a nyugdíj célú megtakarításokat is. Most például egy fiatal emberként miért gondolkozzak olyan hosszú távra, pedig kellene? Hát ugye hosszú távra azért jó gondolkodni, mert a kamatos kamat az egy csodálatos találmánya a világnak, tehát minél hosszabb időt szánunk arra, hogy előtakarékoskodjunk, annál kisebb összegből érünk el komoly megtakarítási volumeneket. Ugyanakkor a nyugdíj célú előtakarékosságoknál, például ha a nyeszer számlára gondolok, amire szintén nem vonatkozik a mm -hmm. szochó, a megtermelt kamatokon hozamon kívül még a személy adóból 20% visszaigényelhető, tehát még az állam is segít a megtakarítások növelésében. Igaz legfeljebb 100 ezer forintig per év, de én azt gondolom, hogy hosszú távon sok kicsi sokra megy. Tehát akkor, hogyha igénybe veszünk szakértői tanácsadást, akkor azért bőven nem, hogy csak kikerülhető a szoció megfizetése, hanem egy egészséges portfóliót is létre lehet hozni. De, de mit jelent ez az egészséges portfólió a mai viszonyok közepette? Igen, ez egy nagyon releváns kérdés, mert az ember azt gondolná, hogy a prémium állampapír definíciója az, hogy reál hozamot biztosít, akkor miért ne tartsam minden pénzemet prémium mm -hmm. magyar állampapírba? Az egyik oka, miért érdemes Elgondolkodni, hogy a, az infláció az egy átlagos fogyasztási kocsárhoz kötött, kötött statisztikai adat. Na most egyénenként a fogyasztói kosár más és más, tehát van olyan, akinek a fogyasztói kosarában az infláció mértéke 35-40 százalék, hát azt nem fogja legyőzni a prémium magyar állampapír. Tehát ez az egyik tényező, hogy az egy átlagos fogyasztói kosárhoz mért adat. A másik pedig ez az egészséges portfólió kérdése, mint mondtam, hosszú távon a kötvények igazán reálhozam képzésben nem a legjobbak. Markovic óta, az 1950-es évek vége óta tudjuk azt, hogy egy optimális portfólióban legalább két eszközosztálynak jelen kell lenni, a kötvénynek, ami stabilitást uh -huh. ad a portfólióban, és a részvényeknek amelyek igazán hosszú távon a reálhozamokat fogják generálni. Itt azért hadd mondjam el, hogy sokan kérdezik tőlünk azt is, hogy a részvényekre miért nem vonatkozik a szocó. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az egyedi részvényekre, tehát egy adott cégpapírját megvásároltuk, a kamatadó sem vonatkozik, hiszen ezek az eszközök nem kamatadó hatája alá tartozók. Ezek az úgynevezett ettő, tehát az egységes tettőkepiaci ügyletek minőségében adóznak, tehát ezért nem vonatkozik rájuk a szocó. De amit a mi ügyfeleink keresnek, és amit szívesen tartanak a portfóliójukban, az nem feltétlenül egy egyedi részvény, tehát egy cég papírja, uh -huh. hanem sokkal inkább részvényekből összeállított portfóliók, azaz befektetési alapok. Uh -huh. Ezekre viszont vonatkozik a szociális ezért javasoljuk ezeket TBS számlán elindítani. Világos, ez egy hasznos tudnivaló volt. Egyéb iránt a, a vásárlás akkor ilyen befektetési alapok formájában népszerű. Mennyire, mennyire jelenti egyébként azt, hogy, hogy mennyire lehet lemérni egyébként a részvények súlyából, hogyha itt a magyar piacot figyeljük. Hogy mennyire vagyunk kockázatvállalóak, vagy mennyire vagyunk inkább konzervatívabbak a befektetéseinknél. Nagyon konzervatíva a magyar befektetői társadalom, ugyanakkor, hogyha a 2000-es évek elejétől nézzük ezeket a befektetési portfóliókat, akkor azt látjuk, hogy az edukációnak nagyon jelentős szerepe van, és egyre bátrabban vállalják a kockázatot a befektetők. Természetesen az első lépés mindig az, hogy értsük meg a kockázatot. Tehát, hogy megértessük az ügyfeleinkkel, hogy például, ha már emlegettünk egy befektetési alapot, egy részvénybefektetési alapot, akkor itt egy jól megválasztott alap esetén csak a volatilitás a kockázat, amit viszont az idő szépen kisimít. Uh -huh. Tehát, ha időt adunk és jól választjuk meg a befektetési alapot, biztosak lehetünk a sikerben. Akkor befektetési alapot július 1- után is érdemes elindítani, csak TBS számlán. Természetesen érdemesebb TBS számlán, hiszen a hozamot, a kamatot, a bevételt, azt 28 százalék adó terheli, ha nem TBS-en tesszük meg. Ami azért szépen elviszi a nyereséget. Hát a nyereséget nem, mert a nyereségnek csak a 30 át Mirágos. viszi el. Tehát mm -hmm. azt mondom, hogy 50 százalék nyereségből 15 ot vagy 28 százalékot beáldozhat az ember, de nem érdemes. Reggeli monitor.